Csütörtök reggel 6 órától sztrájkba lép az Audi Hungária független szakszervezete, miután többszöri tárgyalás árán sem sikerült megegyezniük az autógyártóval a béremelésekről. A győri Audinál mintegy 13 ezeren dolgoznak, közülük 9 ezeren szakszervezeti tagok, azt azonban még nem lehet tudni, hogy hányan vesznek részt az egyhetes munkabeszüntetésben. Németh Sándor, az érdekképviseleti szerv elnöke elmondta, a munkavállalók támogatják a sztrájkot, és a német, olasz, szlovák, cseh és lengyel gyárakból is szolidaritási nyilatkozatokat kaptak. Mi ezt a vállalatot nem a tönk szélére szeretnénk juttatni, hanem azt szeretnénk, hogy ez a vállalat sokáig hatékonyan működjön Győrbe, és minél több audis munkavállalók teremtsen lehetőséget a tisztes megélhetésre. Az AHFS szeptember óta tárgyal eredménytelenül a 2019-es bérekről, ezért január közepén sztrájkbizottságot alakított, és néhány nappal később 2 órás figyelmeztető sztrájkot is tartott. A szakszervezet nem csak az Audi által javasolt 20%-os béremeléssel elégedetlen, azt követelik, hogy mindenki kapjon havonta legalább egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen. A béren kívüli juttatás keretösszegét több mint 25%-kal 787 ezer forintra növelnék. A szakszervezeti vezetők megígérték, amennyiben az Audi enged a követeléseiknek, azonnal beszüntetik a sztrájkot.